Nézőink, önök a Pannon Televízió híradóját látják, Sajhú Zénó vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Korlátozások és Pride, kivonult a pécsi polgármester a közgyűlésről. 200 ezeres minimálbér jövőre, bírni fogják-e a bérnövekedést a vállalkozások? Papíralapon is postázzák, 1,5 millió magyar kapja meg az adószámla kivonatát. Kerékpár, közösségi közlekedés, gyaloglás, autómentes nap Pécsen. A pécsi Pride miatti túlzott korlátozások hátterét, a lezárás miatti károk mértékét akarja felmérni a pécsi polgári oldal. Ezért javaslatokkal álltak elő ennek kivizsgálására a keddi pécsi közgyűlési ülésen. A város polgármester azonban nem akart részt venni a vitában, ezért kivonult a teremből. Az utolsó pillanatig várni kellett a keddi közgyűlésen, hogy a pécsi Pride-dal kapcsolatos határozati javaslatait ismertethesse az ÖPKDNP frakció vezetője. Kővári János azt mondta, a belváros teljes lezárása miatt az ott működő vállalkozásokat kárérte, de a lakókat is megviselte a szigorú korlátozás szabad mozgásukban. A vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezzük, amelyik kivizsgálja ezeket a panaszokat, amit a lakosok, illetve a vállalkozók benyújtanak, hogy ezek közül van-e olyan, amiben az önkormányzatnak egyébként van illetékessége, vagy van-e olyan panaszuk, amiben segítségükre tudunk lenni, hogy egyébként jogos kárukat, igényüket érvényesíthessék. Mert nincs önkormányzatnak ez a dolga. Ezen kívül kezdeményezik azt is, hogy a következő ilyen esemény szervezésénél az önkormányzat tegye világossá, hogy a pécsieket csak szükséges és elégséges mértékben lehet korlátozni a felvonulás miatt, amivel nem okoznak nekik károkat. A felvetésekre a polgármester nem megszokott módon reagált. Én nem vagyok hajlandó ebben az öncélú politikai álmokfutásban részt venni, úgyhogy most itt hagyom önöket. A polgármester a kivonulása előtt uszításról beszélt az elhangzottakkal kapcsolatban. Ezért ment ki. A baloldali városvezetői koalíció nagy része követte Péterfi Attilát. Nekünk nem a rendezvénnyel van a bajunk, polgármester úr, nem tudom mire, milyen uszításra gondolt, mert a mi oldalunkról senki nem uszított a rendezvény ellen. Mi pusztán ezt az aránytalan nagy terhet, hogy a teljes belvárost műveleti területté nyilvánították. Ezt kifogásolják, ami az üzletek ideiglenes bezárásához, a lakók mozgásának korlátozásához vezetett, mondta a kivonulás után az ellenzéki képviselő. A kiürült közgyűlési teremben még folytatódott a vita az ott maradt képviselők között, de végül érvényes döntés nem született kedd este. Ahogy minden évben, úgy idén is közmeghallgatást tart a pécsi önkormányzat. A rendezvény témájáról a pécsiek dönthetnek, közölte az önkormányzat. A város honlapján közzétett szavazáson három téma közül választhatják ki azt az egyet, amely a közmeghallgatás kiemelt témaköre lesz. A pécsiek így közvetlenül dönthetnek arról, hogy a lakásgazdálkodási koncepció, a parkolási rendelet mindenkit érintő módosítása, vagy a belvárosi kerékpáros közlekedési rend kialakítása kerüljön napirendre. A szavazás szeptember 30-áig tart. Minden pécsi csak egy szavazatot adhat le. A közmeghallgatást pedig október 12-én tartja a pécsi önkormányzat. Jövőre 200 ezer forint lesz a minimálbér, ebben egyetért a kormány, a munkaadói oldal és a munkavállalói oldal is sajtóhírek szerint. Azonban az emelés hogyan hat a vállalkozásokra? Bírni fogják-e a megnövekedett bérterhet, vagy segítséget kell nekik nyújtani? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamaránál. Szükséges lépés a hazai minimálbér 200 ezer forintra emelése, mondta kérdésünkre a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára. Azonban a vállalkozások szempontjából figyelembe kell venni, hogy mindegyik munkáltató túl tudja élni az emelés utáni időszakot, hiszen ez megterheli gazdaságilag a cégeket. Milyen kompenzációt, milyen támogatást, milyen bértámogatást fognak tudni a cégek szerezni, akár Gino Plus-ban, akár más hazai forrásból, hiszen lesznek olyan hazai tulajdonú KKV-k, ahol a minimálbér emelése egy nagyon komoly kihívást fog jelenteni. Szükséges, hogy a kormány ezt felmérje, és szükséges, hogy ezeknél a cégeknél valamilyen bérkompenzációt nyújtsunk 1-2-3 évre. 2-3 év után beáll a rendszer, ezt az időt kell átvészelni.
Azonban emelni kell, hiszen már nem járható az az út, hogy az alacsony bérekkel tartjuk fenn a magyar gazdaság versenyképességét, mondja a szakember. A versenyképességünknek mindig is záloga volt az alacsony bér, de ez már nem fenntartható. Tehát amennyiben hozzáadott értéket óhajtunk előteremteni, akkor természetszerűleg a béreket is emelni kell, húzni kell, és a minimálbér emelése az mindig egy ilyen lépés. Mint ismert, tárgyalások folynak a munkaadókkal és a munkavállalókkal a minimálbér bruttó 200 000 forintra emeléséről. Ezt 2022. januárjától vezetnék be. Sajtóhírek szerint a 200 000-es minimálbér bevezetését mindegyik oldal támogatja. A garantált bérminimum emeléséről folynak még egyeztetések. A nyugdíjprémium várható összege meg fogja haladni az 55 000 forintot, mondta hétfőn a parlamentben Orbán Viktor miniszterelnök, aki egyelőre óvatosan közölte a számokat. Az 55 000 forint ugyanis csak akkor valósul meg, ha a GDP 6,25% körül alakul az idén. A Magyar Nemzeti Bank azonban kedden a kamatdöntés után már ennél is magasabb számokat prognosztizált, írja a Világgazdaság. A magyar GDP 2021-ben várhatóan 6,5-7%-kal, 2022-ben 5-6%-kal bővül a jegybank szerint. Azok a nyugdíjasok, akiknek a novemberi juttatása eléri vagy meghaladja a 80 000 forintot, legfeljebb 60-70 000 forint nyugdíjprémiumra számíthatnak. Kicsivel több mint 200 000 nyugdíjas juttatása viszont nem éri el a havonta a 80 000 forintot, tehát ők valamennyivel kisebb összeget kapnak majd prémiumként, derül ki a KSH adataiból. Megkezdődött a papíralapú adószámla kivonatok postázása az érintett adózóknak. Erről beszélgettünk Adópercek című műsorunkban a NAV baranyai sajtóreferensével. Barlai Krisztina elmondta, hogy azok kapják meg postai úton az értesítőt, akik nem rendelkeznek ügyfélkapuval. A dokumentumon szerepelhet tartozás vagy túlfizetés. Ha az adatok egyeznek az adózó nyilvántartásában szereplőkkel, akkor nincs további teendő. Ha azonban eltérés mutatkozik, mielőbb tegyen észrevételt személyesen, telefonon, levélben vagy elektronikus formában, hívja fel a figyelmet a szakember. Több mint 1,5 millió magánszemélynek és egyéni vállalkozónak küld értesítést a NAV az adószámla egyenlegéről október végéig. A papíralapú kivonatok postázása is megkezdődött szeptembertől az érintett adózók részére. Azok kapnak ilyen értesítőt, akiknek legalább egy adónemen 5 000 forintnál több tartozása, vagy 1 000 forintnál több túlfizetése van. Az ügyfélkapuval rendelkezők a tárhelyükre kapnak értesítést, akik viszont nem regisztráltak a felületen, azok postai úton jutnak hozzá. Amennyiben az adószámlán szereplő adatok egyeznek az adózó saját nyilvántartásában szereplő adatokkal, úgy további teendőjük nincs. Hogyha ez a kivonat tartozást mutat, akkor azt minél hamarabb meg kell fizetni, hogyha pedig túlfizetést mutat, akkor pedig a 17-es nyomtatványon tudja igényelni az adózó ennek a többletnek a kifizetését. Túlfizetésnél nagyon fontos az, hogy csak és kizárólag valós túlfizetést fog visszafizetni az adóhivatal, tehát a korábbi időszakra megfizetett előlegeket úgy kell figyelembe venni, hogy azok még nem előírt összegek, hanem azok kvázi túlfizetésként fognak mutatkozni, tehát nem tényleges túlfizetések. Abban az esetben, hogyha nem egyeznek az adatok, észrevételt lehet tenni személyesen bármelyik ügyfélszolgálaton, telefonon vagy levélben, illetve elektronikusan az epapír.gov.hu oldalon. Ehhez szükségesek az adózó álláspontját alátámasztó dokumentumok. Az egyeztetést követően a tartozást rendezhetik az érintettek csekken vagy banki átutalással. 501 új koronavírus fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 819.021 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma, olvasható a koronavírus.gov.hu oldalon. Elhunyt két beteg, így az elhunytak száma 30.143 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 781.138 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 7.740 főre emelkedett. 406 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 46-an vannak lélegeztetőgépen. Baranyában kedden 12 új fertőzöttet azonosítottak, így eddig 28.908 koronavírusos beteget regisztráltak a megyében.
A kerékpározást népszerűsítették az autómentes napon a pécsi belvárosban szerda délelőtt. A Baranyai megyeszékhely levegőszennyezéséért jelentős mértékben a napi autóhasználat felelős. Ezért szeretnék visszaszorítani a fosszilis üzemanyagokkal működő járművek közlekedését a városban. Ezek kiváltását népszerűsítette az Ökováros Ökorégió Alapítvány szeptember 22-én. A pécsike közösségi bérkerékpárrendszert, vagyis a város elektromos bringeit próbálták ki középiskolások a Kossuth téren szertörekkel. Az autómentes napon arra akarták felhívni a figyelmet a szervezők, hogy válasszunk olyan közlekedési eszközt, ami nem szennyezi a levegőt, Pécset. Erre jó megoldás a kerékpár, mondja a belváros képviselője. Ha az autót letennénk, akkor van azért lehetőség átülni más eszközökre. Én arra kérem a pécsieket, hogy tegyék ezt, ahogy itt mögöttünk a gimnazisták is, és hamarosan az óvodások is, hiszen nem csak a jövőben kell ezzel a problémával foglalkozni, hanem már most is, mert a város légszennyezettsége ősszel meghaladja az egészségügyi határértéket, és ez bizony az autósok, mi autósok produkáljuk elsősorban. Arra buzdítok mindenkit, hogy üljön buszra, üljön biciklire, sétáljon, az különösen egészséges. Tegyünk a városunkért ilyen téren is. Szeptember 22-én a pécsi közösségi közlekedést bonyolító cég autóbuszaira bárki felszállhatott. Ingyen biztosította az autómentes nap alkalmából az utazást a Tükebusz. Közben a Kossuth téren az Ökováros Ökorégió Alapítvány munkatársai népszerűsítették a kerékpáros közlekedést. Az adatok szerint 146 ezer pécsire 52 ezer fosszilis üzemanyaggal működő autó jut. A napi széndioxid kibocsátás 10%-át a rendszeres gépkocsi használat okozza a Baranyai megyeszékhelyen. Baranya megye közútjain szeptember 13-a és 19-e között 22-en sérültek meg közlekedési balesetben. Összesen 54 közlekedési baleset történt, amelyből 18 személyi sérüléssel járt. A személyi sérüléses balesetek 6 esetben súlyos, 12 esetben pedig könnyű sérüléssel végződtek. Az elmúlt héten a gyorshajtásnak, az elsőbségadás elmulasztásának és a szabálytalan kanyarodásnak volt a legfőbb szerepe a balesetek következésében. A személyi sérüléssel járó balesetek közül a pécsi rendőrkapitányság illetékességi területén 2, a komlói rendőrkapitányság illetékességi területén pedig 1 sofőr esetében merült fel az ittasság gyanúja. Tapasztalatcsere és jó gyakorlatok a klímaváltozás terén. Ez volt a fő témája annak az eseménynek, melynek keretében siklósi vezetők látogattak el Alsó-Mocsoládra. Az Észak-Baranyai kistelepülés számos intézkedéssel segíti a környezetvédelmet, melyekből Siklós önkormányzata is meríthet. A város fő célkitűzése ugyanis a nulla széndioxid kibocsátás 2050-re. Siklósi vezetők, szervezetek látogattak el Alsó-Mocsoládra, hogy tapasztalatot cserélhessenek a klímaváltozás a környezetvédelem területén. Mojzes Tamás alpolgármester szerint a mai kor egyik legnagyobb problémája az éghajlatváltozás, amelyre adekvát megoldásokat kell találni. Számunkra Siklóson azért különösen fontos ez a terület, mert érezzük, látjuk, hogy a város lakossága is egyre klímatudatosabb. Siklós egy zöld város, ezért ezzel a mandátummal élni szeretnénk, élni kívánunk. Alsó-Mocsoládon azért vagyunk, mert ez a település híres a jó gyakorlatokról, és fontos, hogy ezeket a kis települési jó gyakorlatokat is megfelelő módon tudjuk adaptálni, ebből is erőt merítsünk. Siklóson egyébként 2020. februárjában alakult meg a klímaplatform, ahol minél több elemet igyekeznek beépíteni a stratégiába. Számos területen enyhíthetnek a lakosok a környezetszennyezésen, hiszen ők mintegy 95%-ban felelősek ezért, mondta a klímastratégiai szakember. Ongiert Rihárd kiemelte, hogy olyan megoldásokat kell találni, amik ösztönzik a lakosságot a változtatásra. Amik nem feltétlenül azt jelentik, hogy pénzt adnak mondjuk a siklósiaknak arra, hogy konszerűsítsék a lakásukat, mert valószínűleg ilyen pénz nincs. De hogy lehet megtalálni azokat a finanszírozási megoldásokat, amiket föl lehet kínálni, akár pénzügyi szolgáltatóknak a bevonásával, harmadik feles finanszírozás, léteznek a világban erre megoldások. Az Alsó-Mocsoládi látogatás egy jó alkalom volt arra, hogy megismerjék egy kisebb település stratégiáját. A faluban több programot is létrehoztak ennek érdekében, amit be is mutattak az előadások keretében. A folyamatos konzultáció volt a siklósi szervezőkkel, hogy mik legyenek azok a prioritások, amik mentén áttekintjük az Alsó-Mocsoládi folyamatokat.
Ezért ugye a gazdaság élénkítés, a nulla hulladék, illetve egy teljesen új típusú projekt kerül ma bemutatásra, hogy ebben mind a két csapat egy kicsit felfegyverkezve tovább tudjon haladni közösen. Cél a szemléletformálás, a társadalom mozgósítása, hiszen nem csak általánosságban fontos tudatni, hogy mennyi mindent tehetünk környezetünkért, hanem az olyan aktivitások indítása az önkormányzat részéről, amik nem jogszabályban előírt feladatok. Így közelebb kerülhetnek például a klímatudatos közlekedéshez, otthonokhoz a helyiek. A siklósi tervek szerint 2050-re a nulla szén-dioxid kibocsátása a fő cél. Péntektől ismét változnak a hazai üzemanyagárak, írja a holtankoljak.hu. A benzin esetében bruttó 2 forintos csökkenésre lehet számítani, a gázolaj átlagára pedig bruttó 4 forinttal emelkedik. Így a 95-ös benzint literenként 455, míg a gázolaj literjét 461 forintért tankolhatjuk a hazai kutakon. Az autósok akár 50 forintos különbségeket is tapasztalhatnak a töltőállomások árai között. A régió híreivel folytatjuk. Az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus tiszteletére és emlékére emeltek keresztet a Tamási erdőben. A szakrális helyet Felföldi László pécsi megyés püspök áldotta meg. Szilágyi Péter miniszteri biztos átadó beszédében a társadalmi összefogás fontosságát hangsúlyozta. A fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon erre a keresztre. Felföldi László pécsi megyés püspök mondott áldást az Eukarisztikus Kongresszus emlékére emelt keresztnél. Elmondta, a kongresszus utóéletének hatására hite szerint változás indul az egyházmegyében, az országban és a világban is, mely pozitív irányba változtatja meg az emberek egymáshoz való viszonyát. Erre a gondolatra fűzte fel beszédét Szilágyi Péter miniszteri biztos is, aki arról is szólt, a most átadott kereszthez hasonló szakrális jelek segítik az emberek egymásra találását. Azt a magyarságot, amelyik szétszóródva él a nagyvilágban, 10 millió az anyaországban, 12,5 millió a Kárpát-medencében, de 15 millió a nagyvilágban, ezek a jelek mind össze tudják fogni. Ha most csak az Eukarisztikus Kongresszusra gondolok, akkor azt látom, hogy ez az rendezvény is össze tudta fogni a világban élő magyarságot, de sok más olyan egyéb rendezvény is volt az elmúlt években. Programok voltak, hogyha halmaztok ki, kormányzati programok, amelyeknek az volt a cél, hogy összefogja a Kárpát-medence és a diaszporában élő magyarságot, vagy ha még szélesebb körön akarok fogalmazni, akkor az egész kormányzatunknak az alapja az 2010 óta, hogy a nemzetpolitika méltó helyre, megfelelő helyre kerüljön, és nemzetben és ne országhatárokban gondolkodjunk. A miklósvári parkerdőben nem a most felállított kereszt az egyetlen szakrális hely. A keresztő szomszédságában lévő fakápolnát is rendszeresen látogatják mindazok, akik megnyugvást keresnek mindennapi gondjaikból. Megtartotta első előadását Szekszárdon a Matthias Corvinus Kollégium. Az első előadása a környezetvédelemről és az utazásról szólt. A tehetséggondozó program segítségével olyan információkhoz és tudáshoz juthatnak hozzá a diákok, amit az oktatási intézmények nem feltétlenül tudnak biztosítani. A felvett 55 tanuló a megye különböző pontjairól érkezett. Petra vagyok, és én Paksa járok az eszibe. Hát elég sok minden érdekel. A biosz, a történelem, közösségszervezés és az ilyen dolgok. Bemutatkozással kezdték a diákok a Matthias Corvinus Kollégium első klub délután jellegű foglalkozását Szekszárdon. A tehetséggondozó programba több mint 30 középiskolás és 25 általános iskolás diák nyert felvételt a térségből. Böröc Máté, a Matthias Corvinus Kollégium szekszárdi képviseletvezetője elmondta, a program segítségével olyan plusz tudást szerezhetnek meg a gyerekek, melyre a normál tantervben nem nyílik lehetőségük. A mostani alkalomra a Matthias Corvinus Kollégium egy vezető oktatója, dr. Kövér László látogatott el hozzánk. A témája az pedig alapvetően a környezetvédelem, illetve megfűszerezve azzal, hogy hogyan is kell utazni. Cívisváros és a puszta, vagy például a Kőrös a kivétel. Terveik szerint heti rendszerességgel tartanak majd ilyen programokat. Az elkövetkezendőkben pszichológusok, kortársírók és tanárok előadásait hallgathatják meg a diákok. Hetente 2x180 perc angol nyelvtanulásra is lehetőséget ad a program, de számos egyéb elfoglaltsággal is készülnek a vezetők. A hozzánk felvett diákokat el fogjuk vinni KP plusz túrákra, táj nemzetvédelmi területekre, 2-3 napos kirándulásokra. Ezek teljesen ingyenes programok, ahogy az előadásaink is, illetve a nyelvi kurzusok is. Böröc Máté azt is hozzátette, hamarosan elkészül a Hunyadi utcai központ egy része, a jövőben ott tartják majd a képzéseket és a nyelvórákat.
Lezárult a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság idei szezonja. A négy megye összefogásában fokozott rendőri jelenléttel vigyáztak a nyaralók biztonságára. A záró értekezleten elhangzott, eredményes volt a Zala megye elnökletével zajló szezon. Eredményesnek ítélte az idei nyári szezont a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság. A négy megye, Veszprém, Fejér, Somogy és Zala összefogásával működő bizottság feladata a lehető legmagasabb közbiztonság fenntartása a Balaton régióban. Nyáron kiemelten sok turista érkezik a tó környéki településekre, ráadásul ilyenkor nem csak a szárazföldi, hanem a vízi balesetek is megszaporodnak. A Balatonparton egy hőség riadó, tehát egy nagyon meleg időszakban akár a vízbe 200-250 ezer ember is bent tartózkodik. Természetesen nem tudunk mindenki mellé oda menni. Egyre népszerűbb a vízisportok, a vitorlázás, rengeteg vízi jármű van, ezért nagyon komoly munkát kell végezni a kollégáimnak, hogy ezt a biztonságos tavat továbbra is biztonságossá tartsák. A rendőrök a szezon előtt és a nyári időszakban is folyamatosan felhívják a figyelmet a biztonságos strandolásra. A vízi rendészet tapasztalata az, hogy a legtöbb baleset nem szabálytalankodás, hanem rosszul lét miatt következik be. Az idén 14-en fulladtak vízbe, ez a tavalyi esetek duplája. A BKKB-t az idei szezonban Zala megye elnökölte. A nem sajtónyilvános záró értekezleten beszámoltak a tapasztalatokról és az elért eredményekről. Míg 2019-ről 2020-ra egyrészt köszönhetően a pandémiának 7%-kal esett vissza a nyomozás elrendelések száma, most, hogy nőtt az idegenforgalom, nőtt a turisták száma, ennek ellenére ismét tudtuk 3%-kal csökkenteni ezt a számot. Szintén eredménynek tekintjük azt, hogy mindemellett egy olyan közbiztonságot tudtunk garantálni közútjainkon, közterületeinken, ami garancia volt arra, hogy az ide látogató turisták, vendégek jól érezzék magukat. A Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság feladatainak jelentős részét a Keszthelyi Rendőrkapitányság végezte el, ugyanis a térségben koncentrálódott a megyébe látogató turisták nagy része. A cél az volt, hogy a Balatonpart mellett a kis településeken is egy láthatóbb rendőrséget jelenítsenek meg. A bizottság eredményesnek ítélte a zalaiak munkáját, amit az ORFK is elismert. A helyi lakosság, a belföldi turisták és az idejár látogató külföldi vendégek már megszokhatták azt a magas szintű közbiztonságot, amit a négy megyei rendőrfőkapitányság állománya együtt a polgárőrséggel és más rendőri szervekkel tudott szavatolni. Nagyon sikeresek voltunk abban, hogy a lakosság sérelmére kevesebb jogsértés történjen, és komoly feladatnak tekintettük azt is, hogy a közlekedési balesetek számát csökkentsük. A nyári szezont követően sem pihennek az egyenruhások. A rendőrség továbbra is mindent megtesz azért, hogy a lehető legmagasabb szintű közbiztonságot tartsa fel a megyékben és az egész országban. A következő szezonban a BKKB elnökségét Somogy megye látja el. Híradunk végén Baranyai témáink még egyszer. Korlátozások és Pride, kivonult a pécsi polgármester a közgyűlésről. 200 ezeres minimálbér jövőre, bírni fogják-e a bérnövekedést a vállalkozások? Papíralapon is postázzák, 1,5 millió magyar kapja meg az adószámla kivonatát. Kerékpár, közösségi közlekedés, gyaloglás, autómentes nap Pécsen. Csütörtökön csapadék nem várható, hosszabb, rövidebb napos időszakokra mindenütt számíthatunk. Időnként élénk lehet a nyugati-délnyugati szél. Hajnalban 5-9, délután 15-18 fokot mérhetünk. Reggel pára ködfoltok alakulhatnak ki. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!